van egy nagyon rossz szériában lévő csapat, nevezetesen az MTK, amely 6 mérkőzés alatt csak egyszer tudott egy pontot összecsipegetni, és 5-ször kikapott, míg a 4-szer győztes Pápának az a célja, hogy a Weber György elmondta, hogy az év végére masszívan kapaszkodjon az élmezőnyhez, ott legyen a dobogón. Marics, azt hitt, hogy el fog jutni hozzá a labda. Sütő nyúlt közbe, aztán Kanta, remek megkerülés, és az indítás Marics Tischler felé, ez remek, óriási zicser, Tischler még vel is veheti, és kapufa, Tischler még egyszer, te atya úristen! Már-már licingi magasságokban Tischler Patrik. Legutóbb a kecskeméti csatár hagyott ki, kihagyhatatlan, és most ő az, aki a kapufáról kipattanót nem tudja az üres kapuba fejelni. Pedig remekül lépett ki, óriási paszt kapott. És az a Tischler, akinek kitűnő a fejjáték, ezért sokkal nehezebb helyzetekből szerzett gólt, például az Újpest ellen győztes találatot. Most egy annál sokkal egyszerűbb helyzetet sem tud megoldani fejjel. Német, jól lőtte középre Sütő, és még ott van Abvó lábán, de szépen vette le Abvó, aztán még a lövés is jól, de középre megy újfent Szatmári. Bárányos próbálkozását láttuk. Ez így lett jó Rebriknek, hogy nem sikerült sarkazni, Rebrik lövése Szatmári eddigi legnagyobb védésével, és ez így már lesz, hogy Abvó a labdáért megy. Messziről érkezett az MTK védő, volt idő még lekezelni a labdát, kényelmes magasságból ellőni, és jó kanyarodott az kifelé, ellenkező kézzel nyúlt érte át Szatmári. Szép sarkazás, Gyömbér lép közelebb, ez is lövőhelyzet, Gyömbér, és a kapufáról jön ki, hogy aztán Szatmári elcsípi a labdát. Szekeres tolja haza a labdát, nem túl hosszan, ott marad üres kapu, Abvó, és bent van! Szekeressel vitatkozik és veszekszik Szatmári, mert ők hozzák össze a Pápa vezető gólját a 62. percben. Weber György is nagyon kíváncsi, a pálya menti kamera képében próbálja visszanézni a gólt, amit önök most otthon megtehetnek. Ennél komfortosabb körülmények között is. A visszagurítás után Szatmári, én azt hiszem, hogy egy kicsit féltve a lábát, nem elsősorban arra figyelt, hogy mindenáron elbombázza a labdát, hanem arra is, hogy legyen majd ütközés, meg persze nem is a legjobban kapta vissza. Minden esetre Abvó közbeugrik, és nem sok hiányzott Vadnainak sem ahhoz, hogy még megmentse a csapatát a góltól a vonalon. Abvó ezúttal már kihasználja az MTK védelem hibáját. Ő is behúzza. Felcsúsztatott, Marics, nincs felszabadítás, Szűcs védett egy óriásit. Az első komoly bravúrja, az első védése Szűcsnek, és ez nagyon fontos volt, mert egy percen belül egyenlíthetett volna az MTK. Nikházi, tovább, Könyves, megpróbál befordulni, szépen csinálta, Könyves lép ki, még tovább húz, zagol! Remek egyéni teljesítmény, és Könyves, aki az elmúlt két mérkőzésen rengeteg zicsert kihagyott, most betalál, negyed órával a vége előtt egyenlít az MTK. Nikházitól kapta a gólpaszt, a cserejátékos tehát jó húzás volt, jól száll be a meccsbe, nem tudják tartani vele a lépést, és őt magát sem lassítani. És már elsőre úgy tűnt, hogy mikor megtolta a labdát, tehát túlságosan is kikeveredett, de Szűcsnél meg feltétlenül gyorsabb volt, és a rövid sorok így aztán üresen tátongott. Ez viszont zicser, mert nem volt lesen Eppel! Gól! 2-1 már az MTK-nak! Jó csere volt Eppel is! Két nagyszerű húzás Garami Józseftől, és két nagyszerű megoldás, két fiatalember Könyves után ebben is kilép, és amivel annyi, de annyi gond volt a helyzete kihasználása, most egy csapásra a meccs hajrájában, hátrányban ráadásul elkezd működni az MTK-nál. Ez is Nikházi labdája, és kapufás gól.
visszafelé pörög, így aztán ott marad Eppel előtt, aki még megigazítja, és aztán estében félig pedig dropiból bump fel a léc alá. Abbo góljával vezetett ugyan a pápa, de két gyors találatnak köszönhetően fordított az MTK, és így aztán könyves, valamint Eppel jó voltából egy hat mérkőzésen át tartó nyeretlenségi szériát megszakítva, Garami József csapata ismét be tudja gyűjteni a három pontot.